Kreiter Júlia vagyok. A Szegedi Tudományi Egyetem Bölcsészettudományi Karának történelemmesterszakos végzős hallgatója. Hamarosan meg fog jelenni egy tanulmányom a moldvai válsággal kapcsolatban, és ezzel kapcsolatosan került a kezembe egy 1616. januárjában íródott levél, amiben pont a Zabaújvár megyeiek szólaltak föl, illetve jelezték a nádornak, Túrzó Györgynek, hogy nem tetszik nekik az, ahogy Ballasával bánnak, az, hogy elfogták Ballasát, és igazából innen jött ez a téma. Illetve már elkezdett érdekelni az, hogy akkor mi is történt Balassa Zsigmonddal, hogy is volt ez a történet, miért fogták el, mi volt vele a probléma, és mondta, hogy mi volt vele a probléma, az nagy probléma volt, egy trónkövetelő az nagy probléma, az tud gondokat okozni. És igazából így, tehát már egy előző kutatás során kerültem, hogy bukantam rá erre a témára. Szerintem fontos, nagyon fontos, pláne most, amikor ugye hát eléggé szűkösek a lehetőségeink ilyen konferenciákat tartani. És hát azért is nagyon fontos, mert rengetegen, nagyon sokan gyűltünk itt most össze, akik nagyjából mind ugyan azért érdeklődünk, tehát a hódoltság, a Magyar Királyság, az Oszmán Birodalom viszonya, teljesen mindegy, hogy azt most milyen szemszögből, vagy éppen melyik oldalról vizsgáljuk. De igenis fontos az, hogy minden kutató éppen ahol tart, azt megoszta a másikkal, tudjunk egymástól tanulni, tudjunk egymással eszmecserét folytatni, vagy éppen az olyan kis kezdők, mint én, azok tanulhassanak a nagyoktól, hogy hogyan is kell nagyon jó előadást összehozni. Úgyhogy mindenképpen tehát a létjogosultsága az van. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és valóban két trónkövetelőről fogok most a következő 20 percben egy kicsit mesélni önöknek. A 17. század elejé erdélyi fejedelemség története nem értelmezhető a két nagyhatalom, a Habsburg monarchia és az Oszmán Birodalom egymáshoz való viszonya nélkül. A bocskai felkelés lezáró bécsi és a 15 éves háborút lezáró zsidó-toroki békeszerződések, ugyanis a fejedelemség sorsának kérdését nem tudták megnyugtató módon rendezni. A két nagyhatalom viszont a béke fenntartásában volt érdekelt, így idővel ehhez igazította az erdéllyel kapcsolatos politikáját is. Az alávázolt történések idején ugyanis éppen folyamatban volt a zsidó-toroki béke megerősítése. Előadásomban az 1610-es évek közepén fellépő két erdélyi trónkövetelő, Ballasa Zsigmond és Homonnai Drugeit György céljait és eredményeit hasonlítom össze. Vizsgálódásaimkor támaszkodtam a már rendelkezésre álló kiadott forrásokra, illetve a még fel nem tárt a bécsi hadilevéltárban, illetve házi, udvari és állami levéltárban a török vonatkozású iratok között található dokumentumokra. A bemutatásra kerülő téma egyben készülő mesterszakos diplomamunkám tárgya, az előadás során az oszmán vonatkozó szálakat fogom bemutatni. Ahhoz, hogy jobban megérthessük a két trónkövetelő szándékát, ismernünk kell Bethlen Gábor fejedelemmé válásának hátterét, valamint Balassa és Homonna indítékainak előzményeit. Balassa Zsigmond, mint erdélyi trónkövetelő, eddig csak periférikusan jelent meg a kutatásokban, elsősorban homonnai törökvései kapcsán említették, azonban személye érdekes adaléként szolgálhat Bethlen Gábor uralkodásának kezdeti időszakához. Bethlen Gábor Bocskai István 1606. decemberében bekövetkezett halála után nem az elhunyt által kijelölt Homonnai Drugeit Bálintot, vagy a rendek által megválasztott Rákóczi Zsigmondot, hanem Báthori Gábor fejedelemmé választását támogatta. Azonban Báthori Gábor fejedelem szorosabb kapcsolatot kezdett kiépíteni a Habsburg udvarral, Bethlen szervezkedni kezdett ellene, ő ugyanis már a bocskai felkelés idején is a török támogatást részesítette előnyben a Habsburg befolyással szemben. A szervezkedéséről Báthori idővel tudomást szerzett, ezért 1612-ben Bethlennek menekülnie kellett.
Betlengel Boroszmán pártfogói Tirjeki Hassan budai pasa és Iskender Kanizsai Begler bég közbenjárásával első Ahmed szultán kinevezte fejedelemmé, és a rendek Iskender pasa felhívására a török haderő jelenlétében 1613. október 21 és 23 között megválasztották Betlen Gábort fejedelmüknek. Az új fejedelemnek pedig uralkodásának első éveiben mind bel, mind külpolitikai szempontból stabilizálnia kellett hatalmát. A térségbeli konfliktusok ekkor éleződtek ki, amikor 1615 őszén a szomszédos vazallus állam Moldva vajdáját, Stefán Tomsát lengyel támogatással Alexandru Mobile elűzte vajdai székéből. Mivel egy szultánhoz lojális vajdát távolítottak el, ezért a porta felszólította Betlen Gábor Tomsa megsegítésére. A fejedelem ekkor igyekezett mind a szultáni, mind pedig a Habsburg udvar tetszésének látszólag megfelelő magatartást mutatni. Betlennek azonban a Habsburg monarchia és az Oszmán Birodalom közötti diplomáciai lavírozás mellett trónkövetelőkkel is számolnia kellett. A moldvai válság eseményeivel szinte párhuzamosan, de külön-külön zajlott Homonnai Drugeth György és Balassa Zsigmond Betlen elleni szervezkedése. Homonnai Drugeth György a korábban már említett Homonnai Drugeth Bálint unokaöccse volt, aki 1605-ben Bocskai főgenerálisa, majd kijelölt rököse, végül pedig országbíró volt. 1609-ben bekövetkezett halálát követően unokaöccse György az ő tevékenységét kívánta folytatni, és rokoni kapcsolatukra hivatkozva tartott igényt az erdélyi fejedelemségre. Homonnai Drugeth György szintén Bocskai oldalán állt az 1604-ben kirobbant felkelésben, majd 1611 nyarán csatlakozott későbbi szövetségesével, Raduserben, Havasalföldi Vajdával együtt Forgách Zsigmond, Báthori Gábor ellen vezetett hadjáratához. Homonnai a 17. század első évtizedében nagy energiát fektetett abba, hogy családi kapcsolatok által növelje családja birtokait. Mivel időközben a Felső Magyarország egyik legvagyonosabb urává vált, ő lett a Habsburgok által nem hivatalosan kijelölt erdélyi trónkövetelő. A Homonnai Drugethek mellett a Balassa család is meghatározó előtörténettel rendelkezik. Balassa Zsigmond annak a korábbi erdélyi vajdai posztot viselő Balassa Imrének az unokája volt, aki Szapolyai János megbízásával Majlád Istvánnal együtt töltötte be a pozíciót. Nagyapja testvérei voltak Balassa Menyhert és Balassa János, akik a 16. század során a Habsburgok és a szapolyaiak között tanúsított pártváltásaikról lettek híresek. Balassa János Bánya vidéki főkapitány volt, neve azonban leginkább a Dobó Istvánhoz fűződő összeesküvés miatt vált ismerté, valamint hogy 1571-1572 között többször is felajánlotta szolgálatait a szultánnak, lojalitása bizonyítékául pedig információkat jutatott a portának. A porta azonban az 1568-ban megkötött trinápolyi béke miatt elhárította az ajánlatát. Ezt követően azért még 1577-es haláláig fenntartotta Oszmán kapcsolatait. Homonnai Drugeth György, mint Felső Magyarország egyik legbefolyásosabb főura, a Betlen ellenes erdélyi katolikus frakció Germánika képviselőivel, többek között Kornyai Zsigmonddal, Sarmasági Zsigmonddal és Kendi Istvánnal tartotta a kapcsolatot. Támogatói között tudhatta a Habsburg udvart, ám a zsitva-toroki béke megőrzése érdekében ennek nyílt felvállalását az udvar mellőzte. A térségben talán leghűbb támogatója volt a korábbi havasalföldi vajda, Raduserben, mivel a zsitva-toroki békében nem volt szó a két román vajdasággal kapcsolatos kérdésekre, így Homonnai és Radu összefogása teljesen érthető volt. Az 1614. év fontos változásokat hozott. 1614 őszén elhunyt Betlen Gábor, egyik legnagyobb pártfogója, Tirjeki Hassan budai pasa, helyére pedig Kadizáde Ali pasa került, aki korábban 1602 és 1604, illetve 1605 és 1609 között volt már budai pasa, és nem szívlelhette Betlent. Homonnai számára ez egy kedvező fordulat volt, mivel korábban unokabátyja egyik támogatója, Rákóczi Zsigmonddal szemben éppen Kadizáde Ali pasa volt. Még ugyanebben az évben, 1614-ben hunyt el Nászú pasa nagyvezér, akit Öküz Mehmed követett a poszton. Szintén ez év tavaszán találkozott Erdélyben Balassa Zsigmond Betlen Gáborra, ami néhány bonyodalomhoz vezetett, mert Balassa nem hivatalos küldetésben utazott, ezért magyarázkodni kényszerült Túzó György nádornál, mint neki,
és hát a fejedelemnek is magyarázkodnia kellett. Sajnos a találkozón elhangzottakról csak annyit lehet biztosan tudni, hogy Balassa nem volt azonos véleményen Bethlen Gáborra. Erről a találkozóról 1615. október 15-én Balassa személyesen számolt Berimai Jánosnak, akit az oszmán diplomáciai ügyekben való jártassága miatt igyekezett megnyerni magának. Balassa a Bethlennel való találkozása mellett elmondta Rimainak azt is, hogy az oszmán nagyvezér elégedetlen Bethlennel, ezért Iszkender kanizsai Begler bég tolmácsolásában felajánlotta neki az erdélyi fejedelemséget. Bár Rimai elmondása szerint ekkor még Balassa visszautasította azt, mondván, hogy nem kíván keresztények ellensége lenni. Szintén Rimai Jánostól tudjuk, hogy Kékkőre visszatértekor Balassa még kapott egy győzködő levelet Iszkender pasától, majd Kedizelde Ali pasától is, aki a szultán nevében küldte el a támogatás feltételeit a főúrnak, tehát Lippa, Jenő átadását és az évi 40 ezer arany adó megfizetését. Érdekes adalék, hogy a portai Habsburg követnek Mihály Stárcernek nem voltak értesülései Balassa terveiről. Balassa Zsigmond fellépésének talán legérdekesebb pontja, hogy úgy tűnik az az Iszkender pasa buzdította és támogatta őt, aki korábban Bethlen Gábort fejedelmi székébe juttatta. A témával foglalkozó szakirodalom alapján Iszkender Bethlennel való szembefordulásának oka valószínűleg az lehetett, hogy a fejedelem évek óta halogatta Lippa és Jenő várak átadását az oszmánoknak. Ebből adódóan, mivel korábban Bethlen Iszkender pártfogoltja volt a portán, a kanizsai Begler bég is kényelmetlen helyzetbe került a szultán előtt. Rimai János leírása szerint vélhetően épp a várak és az adó megfizetése körül felröpent hírek miatt, tehát Stárcer értesülései alapján, hogy a budai pasa 1615 első felében már Homonnai Drugét Györgynek is felajánlotta, és az el is fogadta a budai pasa ajánlatát, tehát ugye az említett feltételeket, és emiatt dönthetett úgy Balassa, hogy elfogadja az ajánlatot, mert tartott attól, hogyha Erdély továbbra is hűtlen magatartást folytat a portával szemben. Tehát akár Bethlen, akár Homonnai tevékenysége révén, akkor az oszmánok elpusztítják a fejedelemséget. Iszkender és Ali pasák mellett Balassa Kolozsváron tartózkodó bizonyos Mehmed agával is váltott párszor üzenetet, már az 1613-os évben, melyeket egy Szabó Ezsajás nevű tanácsosával küldött. Károlyi Mihály, Bethlen Gábor feleségének rokona elmondása szerint a fejedelem már 1614. augusztusában értesítette Forgách Zsigmondot Balassa szervezkedéséről, és arra kérte az országbírót, hogy számoljon be mindenről második Mátyásnak is. A szervezkedésről természetesen tudott a Szent Mári főkapitány Dóczi András is, és jelentette is az udvarnak, azonban 1615 végéig nem történt konkrétum. Balassa Zsigmond egy 1615. október 24-én kelt levelében kifejti, hogy Ali pasa ajánlotta fel neki oltalmát és az erdélyi fejedelemséget. A főúr elfogadta, hogy átadja Lippa és Jenő várát, és megfizeti az évi 40 ezer aranyadót. Balassa 1615. december 27-én kelt Ali pasának írt újabb levelében ecsetelte, hogy rövid időn belül kénytelen lesz Lengyelországba menekülni, és onnan tartani vele a kapcsolatot Moldván és Havasalföldön keresztül, mert attól tartott, hogy második Mátyás elfogadná. Arra kérte a pasát, hogy előző levelére való választát mielőbb küldje el neki, hogy az öt támogatók előtt bizonyíthassa a pasa támogatását, és a szolgája megérkeztével azonnal indulhasson Lengyelországba. A szolgálója Komáromi Miklós volt, akivel a levél szerint Balassa szóban is üzent a pasának. Ez a levél került minden bizonnyal a főúr gyanús tevékenységét árgus szemekkel figyelő Rudolf von Teufenbach-Dunán inneni főkapitány birtokába. A két trónkövetelő célja, kimondva, egyszerű volt. Félreállítani Bethlen Gábort és megszerezni az erdélyi fejedelemséget. A terv megvalósításához azonban az időzítés volt a legalkalmatlanabb, annak ellenére, hogy Homonnai például maga mögött tudhatta a katolikus erdélyi főurakat, titkon ugyan, de a Habsburg udvarból és a török tisztviselőktől is kapott támogatást. Bethlen pedig ebben az időben lekötötték a lengyelek által támogatott és Homonnaival is kapcsolatban álló Mobile Vajda körül zajló események. Ráadásul a portán is ellenszenvvel viseltettek felé, mivel a várak átadása kapcsán húzta az időt. A porta számára Homonnai törökvései mindaddig elfogadhatóak voltak, amíg azok Erdélyre korlátozottak.
Homonnai Drugeth Györgynek azonban szándékában állt az egykori, az oszmánok által elzavart Rádusárbánt visszahelyezni Havasalföldi vajdaságába, amiről szintén Mihály Stalzer is tudósította még 1615. májusában. Az információt a Bethlen által írt és a portára küldött levélből vette, amit Ali Pasa ágensétől kapott meg. Stalzer levelében az is szerepelt, hogy Homonnai mellé a lengyelek 12 ezer embert adtak. Emellett Turzó György nádor értesülése szerint Erdélyt is egyesíteni akart a Lengyelországgal, ami a főúr lengyel kapcsolatai miatt akár elképzelhetőnek is bizonyult. Ez pedig azt jelentette volna, hogy nem csak a Habsburgok, de a lengyelek is tekintélyes befolyásra tettek volna szert a térségben. Ez viszont egy újabb háború kitöréséhez is vezethetett volna, de 1616 nyarán már Konstantinápoly felé tartott újonnan megkötött béke ratifikációjának átadásával megbízott Habsburg főkövet Hermann Czernin. Balassa Zsimon törekvéseiről csak elszórt információkkal rendelkezünk, leginkább az elfogása utáni perben kihallgatott tanúk vallomásaira hagyatkozhatunk. Második Mátyás parancsára Rudolf von Teufenbach, dunáninneni főkapitány elfogta őt 1616. január 8-án, és bekísérte Érsekújvára, ahová nem sokkal később lovászmesterét, Komáromi Miklóst is bezárták. Balassa elfogatása kapcsán érdemes megegyezni, hogy Rudolf von Teufenbach apja második felesége Dóczi Fruzsina révén mostoha testvére volt Homonnai Drugeth Györgynek. Mint korábban említettem, a szatmári főkapitány Dóczi András és Teufenbach pedig már egy idejére figyeltették Balassát. A főúr elfogása komoly visszhangot váltott ki a vármegyék körében, többek között Abaúj vármegye követei nádornál is panaszt tettek. A kihallgatásokat áprilisban kezdték meg, amelyben 76 tanút hallgattak ki. Balassa ellen az egyik legfőbb vád az volt, hogy az 1614-es linzi gyűlésen elhangzottakról információt szolgáltatott a portának. A tanúk között több olyan személy szerepelt, mint Putnoki János, aki Homonnai Drugeth György ungvári szolgálója volt. Putnoki az Latinai György nógrádi archidiakónus által leírt vallomásában egy általa látott levélről beszélt, amelyet Balassa küldött Bethlennek, amiben azt írta a fejedelemnek, hogy Erdélyt a német igájából kiragadni kívánja, és a Bocskai István állapotját akarván előállítani. Az úgynevezett második bocskai kép több tanúvállomásában is visszaköszönő elem. A német iga alól való kiragadás kifejezésből arra következtethetünk, hogy Balassa minden kapcsolatot meg akart szakítani Erdély és a Habsburg udvar között, és teljesen oszmán oltalom alá akarta vetni a fejedelemséget. Bethlen azonban megőrizte posztját, és az eseményekből úgy tűnik, hogy ekkor sem a Habsburg udvar, sem pedig a Porta nem igazán kívánta leváltani a fejedelmet. Iskender számára az volt a legideálisabb, ha Bethlen marad Erdély élén, ezzel a pasa pozícióját is tovább erősítve. Mind Homonnai, mind Balassa félreállítása a zsitva-toroki béke megőrzését és megerősítését szolgálta. Mindkettőjüknek voltak lengyelországi kapcsolataik is, azonban ez nem bizonyult ekkor elegendőnek a céljaik megvalósításához. A Habsburg udvar oldaláról nézve, ha Balassa mégis Erdély ura lett volna, feltételezhető, hogy a legminimálisabbra szorította volna Erdély kapcsolatát az udvarral, így nem véletlenül vetettek véget gyorsan tevékenységének. Balassa végül 1619. szeptemberében szabadult ki a börtönből, majd 1626-ban halt meg. A Porta pedig, hogy elejét vegye a homonnai féle eseményeknek is, parancsba adta Ali Budai pasának, hogy hagyjon fel a felső magyarországi főúr támogatásával, és álljon Bethlen mellé. 1616. május 7-én Kedizsdáda Ali pasa levelében felszólította Homonnait, hogy vessen véget a Rádusárbánnal való tárgyalásának és az Erdély ellen irányuló szervezkedésének, máskülönben ha Homonnai megindul, Ali kénytelen lesz fegyveresen fellépni ellene. A Porta döntését az is befolyásolta, hogy Bethlen 1616. májusában az erdélyi rendekkel törvényben elfogadtatta Lipa átadását az oszmánoknak. Ekkor Homonnai megindította a csapatait Erdély ellen, amit Konyernál Rédei Ferenc váradi főkapitány vert vissza, ezzel időt adva Bethlennek Lipa bevételéhez, ami június 14-én sikerült is. 1616. augusztusára a moldvai állapotokat is rendezték, és az előzött Alexandru Mobila helyére az addigi Havasalföldi vajda Radumi-nál került.
Betlen pedig 1617-ben megújította az 1615-ben megkötött nagyszombati szerződést, Hermann Cellin követsége által pedig sikeresen ratifikálta az újonnan megerősített Habsburg-oszmán békét. Így egy időre helyreállt a térségben a nyugalom, a 30 éves háború kitörése, 1618-ban azonban teljesen új helyzetet fog teremteni, és teremtett is. Köszönöm a figyelmet!